Alig fejeződtek be vasárnap a karneváli programok, rögtön kezdődött a rendrakás, a pavilonok, színpadok elbontása. A kereskedők hamar összecsomagoltak. A Tököli utcában és környékén sokan dolgoztak hétfőn és kedden is, hogy minél hamarabb eltakarítsák a szemetet, elbontsák az árusítóhelyeket vagy éppen a diadalívet. Délutántól újra lehetett közlekedni a lezárt szakaszokon. A főtéren ma már nyomát sem lehetett látni a fesztiválnak. Egyelőre pontos számok nincsenek, hogy hányan szórakoztak a karneválon és mennyi a bevétel. Szommer Ildikó szerint idén is sikeres volt a program. Az eső sem tizedelte meg annyira a látogatókat, nyilván kevesebben voltak kint a programokon, mint hogyha 25 fokos ideális meleg lett volna, de ennek ellenére én azt mondom, hogy csodálatos közönsége van a karneválnak, hiszen esernyőkkel, esőkabátokkal nem csak, hogy a színpadok előtt nézték vagy hallgatták a koncerteket, hanem még a Ferences kertben is megtekintették a harcászati bemutatókat. Az eső miatt csak két program maradt el a Ferences kertben, és ugyanitt egy programot kellett módosítani. A szervezők azt mondják, kedvezően fogadta a közönség az újításokat, például a csütörtöki vásárnyitást, az új helyszínek közül a Zsidó udvart, vagy azt, hogy a felvonulás előtt két helyszínen zenei produkcióval is szórakoztatták a lelátó közönségét. Ezt a programot valószínűleg jövőre is megtartják.